Dombovár elmúlt 50 éves történetének legjelentősebb csapadékvízelvezetési projektjébe vág bele a város. A település egyik központi utcája az Ady utca, melyben olyan állapotok uralkodnak, hogy esős időben csak sáros lábbal lehet beülni az autóba. A vízelvezető csatornák műszaki állapota is hagy kívánni valót maga után. Ezen a helyzeten javít majd a most elnyert pályázati forrás. Azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb csapadékvíz elvezetési programját tudnánk megvalósítani Dombováron. Nyilván azáltal, hogy tudunk csapadékvízelvezető rendszert építeni, ezzel párhuzamosan fel tudjuk újítani a járta szakaszokat, amelyek ezen a területen találhatók, illetve felül tudjuk vizsgálni a zöld növényzetet is. A zöld növényzet felülvizsgálatánál nem arra gondolok alapvetően, hogy kivágunk minden fát, hiszen ez egy nagyon egyszerű megoldás lenne, csak nem európai. Koruk szerint meg fogjuk állapítani szakértőkkel, hogy túl vannak-e már a fénykorukon, és nyilván minden fát, és az eddigi is kivágott fákat pótolni fogjuk. Tehát a programnak nagyon nagy részét képezi a zöld felület növelése is, illetve ápolt formában történő visszaállítása. Ez egy belvárosi terület a városnak, az Ady utcának egy nagy része. Ott tudunk parkolókat is építeni, illetve meglévőket felújítani. Ezen szakaszon a városnak több üzlet is található, és méltánytalan körülmények között lehet megoldani a parkolást előttük. Télen és ősszel nyilván sárosan száll ki a szállba az ember kocsiba, hiszen a vízbe lép bele. A program 3x400 millió forint támogatással valósul meg. Az a szemlélet már mindenféleképpen megváltozott, hogy a lehető leggyorsabban vezessük ki a településről. Inkább foglalkozunk azzal a gondolattal, hogy hogyan tudjuk hasznosítani, és ez a víz, hogy tudja a település érdekét szolgálni. Olyan zöld felületre kell kivezetni, és olyan növényzetet kell oda telepíteni, amely bírja a nagy, magas vizet is, illetve bírja a szárazságot is. Ezáltal nyilván a zöld felületeknek az öntözését tudjuk mellőzni, hiszen az az időjárás, amely az elmúlt években Magyarországon kialakult, sokszor a leginnyitrebb növénykultúra locsolását is igényli. Ehhez olyan szakembereket kell majd bevonni, akik ezt végig gondolva el tudják dönteni, hogy mely növények telepítése lenne a legcélszerűbb. Azt gondolom, hogy egy gyönyörű sugárutat tudnak létrehozni. Ebből a szakaszból a Pannonia utca most pillanatnyilag kimarad, hiszen ott a felszíni csapadékvíz elvezetés meg van oldva, zárt rendszerben, de ott is szeretnénk tovább folytatni ezt a programot, és tervezés fázisában van a kerékpárút, amely újból megteremti annak a lehetőségét, hogy nem az úttestből veszünk el kerékpár sávokat, hanem az úttestre párhuzamosan épülne egy kerékpárút, amely biztosítaná annak a lehetőségét, hogy az úttesten újból tudnánk parkolókat kialakítani, és az ott lakók ezt már régóta szorgalmazzák, hiszen az ingatlanjék előtt többé már nem tudnak megállni, hiszen ezt a jelenlegi forgalmi rendünk tiltja. Újabb bölcsődei csoport indítására lenne igény a városban, mondta Pintér Szilárd polgármester. A döntés meg is született, és 12 főbe tudjuk emelni a befogadó képességét. Miután a szakhatósági eljárások megtörténtek, nyilván olyan hiányosságok kerültek napvilágra, amelyek ugyan eddig is ismertek voltak, csak évre lettek halasztva ezek a fejlesztések, illetve menet közben azért arra is fény derült, hogy nem csak belsőleg kell rendezni ezt az épületet, hanem az udvarát is kell rendezni. Az udvar rendezése sem tűnik túl egyszerűnek, hiszen minden foglalkoztatóhoz önálló udvarrészsel kell rendelkeznünk. A bölcsőde tekintetében a fél udvar azt gondolom, hogy rendben van, a második fele van vissza. Az akadálymentesítés az egy évek óta elhúzódó ígéret volt az önkormányzat részéről. Nyilván én megértem a hatóságoknak, elfogyott a türelme, és ezt most bekívánják vasalni rajtunk, hiszen a működési engedélyt kell módosítanunk ahhoz, hogy új csoport indulhasson. Ezáltal az elkészült költségvetés alapján közel 10 millió forintos beruházásba fogunk fogni a közeljövőben. Nyilván a mai döntés meg biztosítja annak a lehetőségét, hogy egy eljárást el tudunk indítani. Nyilván ennek mentén várjuk azokat a dombovári vállalkozókat, akik ebben a munkában részt kívánnak venni. És nagyon remélem, hogy pandémiás helyzet befejezését vagy lezárását követően valamikor nyár elején ezt a csoportot meg is tudjuk nyitni. A Kaposzegcsői Ipari Park Kft. Működése már évek óta nehézkes. A területek értékesítése 99%-ban megtörtént. Dombovár szerepet vállalt az övezet kialakításában. Nyilván az idő előre haladt. Dombovár 2019-ben elnyerte az ipari park címet és saját területen kíván ipari parkot fejleszteni. Ezért fordultunk azzal a kéréssel szomszéd településhez, hogy gondoljuk újra ennek az ipari park
Kft.-nek a további működését. Nyilván a szándék egyértelmű volt, hiszen ők is úgy gondolják, hogy ezt a Kft.-t meg kívánják szüntetni, hiszen a infrastruktúrai fejlesztési, az ő ipari parkuk majd befejeződött, területek értékesítés gondolatában már nem tudnak foglalkozni, de nyilván az évek során az akkori befektetett pénzünk, ami üzletrész formájában jelenik meg, a fénykről elértéktenedett, hát még pozitív nullát sem tudta volna produkálni, de miután vannak olyan vagyonelemek, és itt nyilván forgalomképtelen vagyonelemekre gondolok, útárok, amire vonatkozik a tulajdoni ágyadunk, de azokkal nem tudunk mit kezdeni, hiszen nem lehet felpakolni daruval egy autóra és elhozni Dombavárra. És nyilván azon túlmenően dombavári vállalkozások is üzemelnek abban az ipari parkban. Megpróbáltunk egy békés konszenzus irányába elmenni, és hát hosszan tartott tárgyalások után, amit tavaly tavasszal kezdtünk, most jutottunk el odáig, hogy ezt az üzletrészt 2 millió forintért megvásárolja a kapasztalatcsőbb községünk kormányzata. Mindkét településnek érdeke, hogy munkáját teremtsenek, és azt gondolom, hogy dolgoznak most ott Kapaszegcsőn, dombováriak nagyon sokan, nyilván kapaszegcsiek is meg megtalálják a boldogulásokat a dombovári ipari parkba, és ez vice versa jól működik, akkor ez nem csak a két település életében előremutató, hanem az egész járás tekintetében.